Kérdező biztos érkezik az egyik érintetthez Nyíregyháza egyik kertvárosában. Jó napot kívánok, Kovács Bertiláné vagyok a Központi Statisztikai Hivataltól, mezőgazdasági összeírás nézünk. Gazdaságnak számít egy fóliasátor, de ahol egy nagyobb haszonállatot tartanak, oda is bekopognak a kérdező biztosok. Több mint 54 ezer gazdálkodót keres meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a KSH július 15-éig. Akkor először azt szeretném megkérdezni, hogy milyen mezőgazdasági területtel rendelkeznek. Szátóval? Az nem. Nem? Gyümölcsös? Gyümölcsös, igen. Igen, ezen kívül még mennyi gyümölcse, mennyi a terület? Hát 600 négyzetméter. 600 négyzetméter, ezt átírjuk, akkor mert nekem esetleg mindegy milyen mértékegységben mondja, mert a gép úgyis át tudja állítani. Konyhakert esetleg a kis házhoz. Hát 200 négyzetméter kis zöldséges. Jó. A Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtése 3 évente pontos és hiteles képet ad az agrárium állapotáról. Az összeírás nyomon követi a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat. A kérdőívet kötelező kitölteni a gazdáknak és az őstermelőknek. Hallottunk róla, hogy ez uniós összeírás lesz, laptopon megy, kíváncsi is voltunk, hogy milyen ez az elektronikus adatszolgáltatás, de természetes, hogy az ember nem tagadja meg. Az adatfelvétel kétharmadán már túl van a KSH. A megye 128 településén 223 összeíró gyűjti az adatokat. A mobileszközök megkönnyítik és gyorsabbá teszik munkájukat. A laptopokról ugyanis egyből a központi adatbázisba kerülnek a válaszok. Címeket keresünk fel, és a címeken lakók mondják el, hogy hol van állattartásuk, hol van földjük, tehát nem kint a úgynevezett terepen mérjük fel, meg nem is kérünk semmiféle okmányt ezekhez az összeírásokhoz, hanem a lakóhelyén lakó gazdaságtól kérdezzük meg ezeket az adatokat. A kérdőív szerkezete is uniós szabvány, a tagországokban egységes. Az elemzéseket szeptemberre készíti el a Központi Statisztikai Hivatal, amit a hazai, de akár az uniós döntéshozók is felhasználhatnak a pályázati rendszerek kialakításánál.